A két Jászberény elleni edzőmeccset követően három élvonalbeli csapat társaságában lépett pályára a bányászkupán a Hübnél Nyíregyháza Blue Sharks. A nyitónapon az oroszlánya miért össze tudását Pető Ákos együttese és a házigazda 11 ponttal jobbnak bizonyult az újoncnál. A másik ágon a későbbi győztes szombathely legyőzte a Pécset, így a harmadik hely megszerzéséért a baranyaiakkal küzdött meg a Nyíregyháza. A Pécs két negyed után 16 ponttal vezetett, de a cápák a második félidőben megfordították a mérkőzést, és 6 pont hogy győzelmet arattak. A A vezetőedző pozitívumokat és negatívumokat is látott a két találkozón. Olyan szempontból elégedett lehetek, hogy az első meccsen is nagyon sokáig partiban voltunk egy erős rosszlánya, illetve hát a második mérkőzés sikerült is megnyerni. Olyan szempontból nem, hogy a főleg az első mérkőzés végjátékában nagyon sok elemi hibát védettünk támadásban és védekezésben, és tehát ott kicsikét ritmus nélkül játszottunk a végén, ki is nyílt az olló a, a végére, tehát ilyen szempontból nem volt melégedett, -e illetve a második meccs első fél a védekezésünk kell nagyon sok gond volt, de ezt a meccsen belül a srácok szépen kijavították. Oroszlányban már pályán volt mind a négy nyíregyházi légiós. A Litván Pipirashoz és az amerikai Brycehoz, valamint Johnsonhoz az elmúlt héten csatlakozott a próbajátékra érkező, szintén amerikai Szetlődéj. A 25 éves 201 cm magas kosaras a két meccse mutatott játékával meggyőzte a szakmai stábot, így véglegesnek mondható a kék cápák játékos kerete. Tegyényleg nagyon meggyőzőek voltak már edzéseken is. Nyilván most azon kell dolgozunk, hogy mind a négyünknek megtaláljuk a helyét a pályán, hiszen azért még vannak ilyen együttműködési hibák, kisebb, kisebb vannak azért hibák, de azért edzünk, hogy ezt ki tudjuk javítani, de azt mondom, hogy, hogy védekezésben mindenkivel meg voltam elégedve, támadásban még, még azért össze kell szokni. Erre a hét második felében lesz lehetőségük a nyíregyházi kosarasoknak. Csütörtökön és pénteken rendezik ugyanis a Sitko emléktornát a Continental Arénában a nyitónapon 16 órától a Debrecen az Albafehérvár ellen lép pályára, majd 18 óra 45-től a Budapesti Honvéd játszik a Nyíregyházával. Másnap a két veszély dönti el a harmadik hely sorsát, majd a két győztes hívja a döntőt. A rendezvény a hatályos jogszabályok szerint, azaz védettségigazolványa látogatható.